Mire gondolsz a PET palackos témára? Hát a Tiszát, hogy megtisztították a PET palack, Tiszatavi Ja, cucc, hogy meg a... több ilyen van, ami ezzel kapcsolatos arra. De nem, tehát én most pont igazából azt akartam mondani, mert az, amit ők csinálnak, az nagyon tetszik, de nem, hanem hogy sok szerveződés van, sokan próbálkoznak, mindegy, szemetet szedni, ne használjunk műanyagot, csomó minden van. Egyik sem rossz, mert mindig inkább legyen és történjen valami, mint hogy a közöny, mert az a legrosszabb, ami történhet. Viszont senki nem tudja, hogy valójában mi az, amire szükség van. Tehát mondom, sötétbe tapogatózunk, mindenki próbálkozik valamivel, hát ha bejön. És ez a baj, hogy hát ha bejön. Tehát magyarán nincs meg a megfelelő tudásunk, hogy tényleg valójában mi a probléma. És amikor jövünk egy olyannal, hogy alternatív megoldásként, mondjuk akár egy alternatív energia, tudod? Akkor jön egy ilyen, hogy akkor fú, csináljuk azt, hogy akkor szélerőművek, meg izé, csak évtizedekkel később derül ki az, hogy az sem jó megoldás. Mint ahogy ez az akkumulátor is, tudod, beszéltünk róla, hogy igen, tök jó, most kitalálták, hogy minden áramról fog, nem kell gáz, nem kell izé, fatüzelés, semmi, mindent de, majd de az nincs áram a megold. Földön annyi anyag, amiből annyi Így akkumulátort van. Lehet gyártani, így van, és nem hogy az kiszolgálja. De nem az akkumulátor, bármi. Ja. Bármi. Tehát egyszerűen nagyon sok az ember, ennyire sok embernek az igényét ilyen színvonalon nem lehet kielégíteni. Tehát, hogyha nekünk ez kell, akkor nem lehet ennyi ember. Tehát akkor viszont nem tudom, tehát hogy igazából, hogy mi a megoldás, mert élő embert nem lehet ezért lelőni, nyilván, hogy kevesebben legyünk. A színvonalat Viszont, kell lejjebb adni. Hát ez nyilvánvaló, de nem tudod ezt megoldani. De, igazából nem, de. Hát de ha nem. Felismeri, hogy neki egy csomó dologra nincsen szüksége, és a kevesebb nem is ismeri több. Fel, nem ismeri fel, mert pont ez a probléma, hogy nem ismerik fel az emberek. Emlékezz vissza, mit mondtam neked. Életünk legjobb dolog, tehát a legjobb dolog volt az életünkben, hogy lecsórósodtunk. Mert az nagyon sok mindenre megtanít. Addig, míg a saját bőrén valaki nem érzi, addig hiába mondod de neki. Ezt könnyen meg tudja tenni. Megfossza, vagy elzárja magától, akármennyi pénz is van, ami jön, elzárja a csapot 80%-át, és csak a 20%-ból próbál meg fennmaradni. De mi Tehát motiválja nem erre? kell De miért csinálna ilyet? Miért tenni ezt? Mert akkor ráébred De arra, miért hogy... tenne ilyet? Ha ehet giroszt, akkor miért egyen zsíros kenyeret? Nem tudom, még ha az... autóval mehet, miért menjen Pont azért, biciklivel? mert ahogy mondtad, hogy neked milyen jó volt az, hogy megéljed azt és megértsed a bizonyos dolgoknak a működését, ugyanúgy ő is lehet, akkor előbb észreveszünk. De nem, tehát ez így szerintem senkit nem tudsz így meggyőzni. Vagy mert ha addig, míg ő kényszerből, tehát ő rá nem kényszerül, addig senki nem fog lejjebb venni. De pont kényszer nélkül lehet meg tudná azt csinálni, hogy ráébredne arra, hogy basszus, ahhoz képest, hogy neki mennyire sok minden van és mennyire jó, mégis ezt ő nem érzékeli annak, és sőt, még fordítva gondolja, hogy úristen, még mennyi mindent meg kéne tenni, venni, csinálni, hogy még több legyen, jól legyen neki. Lehet, hogyha pont megtenni ezt a lépést, hogy elzárná a saját maga előtt a csapót leszűkíteni, anélkül, hogy megtörténne az, amit mondasz, az a lecsórosodás, akkor anélkül is meg tudná azt érezni, amiről beszélsz. Nem tudják ezt az emberek maguk megcsinálni. Én se tudtam veszélye volna. Nincsen. Fiej, kockáztatni való nem nincs. Nem tudod megcsinálni. De, nem tudod megcsinálni. De, amikor nekünk is más volt az anyagi, mi se raktunk félre. De nem arra, de amúgy nem. Nem. Nem arra gondolok, hogy meg lehet, hogy akkor meg kell próbálni. Veszíteni való nincsen amúgy. Arról, amiről te beszélsz, az úgy fogadható be talán, hogy célt kell kitűzni. Igen. De most mondd, de most figyelj, fog... a 10 évvel ezelőtti énünknek mondd azt, légy szíves, hogy te holnaptól rakjál félre pénzt egy, mit tudom én, egy saját házra. De most, ha például én hallgatok egy ilyen beszélgetést, illetve látok egy ilyen folyamatot, amit most pont láthatnám magunkat kívülről, akkor lehet, hogy megpróbálnám. És akkor azt mondanám, hogy holnap, mit tudom én, bemegyek a boltba is, azt mondom, hogy van 800 forint a zsebemben, és ez 3 napig meg kell oldanom belőle. És nincs több.
Veszíteni nem Ne veszít, várjál, mert csak ez így nem érthető. Mi van a 800 forinttal, hogy annyiból kell annyiból vásárolni? kell megoldja, mint tudom, én mondtam 3 napot, csak egy példát mondtam, most nem De most osztott. ennek az a lényege, hogy ennyi pénzből oldja meg, vagy a többit rakja félre, Nem, vagy... fél, el, mintha nem, így van, elzárja magától, nincs. Tehát leszűkíti, tehát... Tehát magyarán szerepjáték, arra biztatsz valakit most, hogy szerepjátékot játszon, de a valós, a pénz az valóban legyen kevesebb. Játssza el, hogy neki az, amit félretesz, és az nincs. Így van, és legfeljebb rádöbben, hogy x idő után, hogy ú, basszus, mennyi pénz még pluszban megmaradt. Tehát pont a többet hajtva, pont ezzel a lépéssel még több megmaradhatna neki. Az a baj, hogy én ebbe sajnos nem tudok hinni. Tehát én is szeretnék erre sok mindenkit bíztatni, de én ezt nem tudom elképzelni. Igen, Saját az ember, magamból indulok amikor ki. nincs az elég meg. Nem, hát gondolj vissza. Gondolj vissza abba az életmódba, amit mi is éltünk. Kimész a házból. Ha a szórólapot nem nézek, vagy nem veszünk figyelembe, ami a postaládába fogad, akkor is a következő sarkon már ott a bolt, ahová te indultál kenyérért. Jó, igen, de viszont te az ellenkezőjét láttad. Nem volt előtted egy életkép, egy helyzet, nem volt előtted semmi, csak egy tévé volt, a tévébe is, meg csak a többet, és a pluszt, meg a jobbat, meg a még többet, meg a még többet, meg a még reklámot, meg még eladjuk ezt, meg még azt láttad. Tehát nem volt mit lássál, nem volt lehetőséged, hogy mást látsz, mint ami. És így persze, hogy eszedbe se jutott, nehéz volt. De most, hogyha ezt a helyzetet vesszük, amit például most itt nálunk van, most mondok egy példát, most itt van, hogy várjuk, hogy essen az eső, mert mondjuk ki van ürülve a 3 hordó, és ideje lenne, hogy már essen bele víz, nem az van, hogy kinyitom a csapból és megtöltöm, ezért ennek a függvényében fog az eldőlni, hogy most a kertbe kiszárad, vagy nem szárad ki a növény. De hogyha most ez fordítva lenne, most ha lenne, tegyük fel a másiknak meg, rengeteg pénze van, ő ezt nem teszi meg, mert kinyitja a csapot, és tegyük fel, locsol belőle. Mármint azt Na, nem de... teszi meg, hogy... Hogy ezt kivárja, hogy ez alapján dőljön el az, De hogy mire most... vár? Nincs is kertje. Bennél egy lakásban, ahol csapvíz van. Milyen Jó, kertől, de én vagy most mi? a kertesről is beszéltem, meg együtt a városos emberről is ugyanúgy. Tehát a kertesné is meg tudja azt tenni, hogy elzárja a csapot, és akkor az alapján dönti el, érzi. Mert hogy beszélünk arról, hogy nem érzik azt se az emberek, hogy mennyire változnak a dolgok. Azért, mert minden kiépült, és minden adott, minden kiszolgál mindenkitől emberként. Úgy, mint akár a víz, vagy bármi, boltok, stb. Hogy ezt elfüggetleníteni, elvenni magadtól, és megpróbálni. Nem veszítesz, csak nyersz rajta. Semmit nem veszítesz. Nem tudják Tapasztal, megcsinálni. Tapasztalatot nyersz magadnak, hogy te, mint ember, mire vagy képes abba, hogyha gáz van. Már úgy... Ez, figyelj, ez nem elég. Ez teljesen jó, amit mondasz, és még egyszer mondom, hogy én is bíztatnék erre mindenkit, de ez így nem elég. Ezt úgy kell akkor tálalni, hogy tényleg elfogadja, hogy ezt ő megpróbálja, de ez nem elég. Én most már saját magamból indulok ki, lehet, hogy ez hülyeség, vagy én vagyok ilyen hülye természetű, de én 10 évvel ezelőtt nekem ilyeneket mondasz, én körbe röhöglek. Ezt te tudod nagyon jól. Én azt értem, viszont, hogyha sokkal nagyobb a gáz, akkor sokkal nagyobb lehet koppanni. Na várjál, akkor mondjuk el azt a példát, vagy elmondom én azt a példát. Hát az nem 10 évvel ezelőtt volt, hanem már mit tenni 20 éve. Fogalmam sincs, mindegy, régen, már együtt voltunk. És mi, nem tudom, ezt említettük-e már, hogy nagyon szerettünk moziba járni, hát a mai napig, csak itt ugye nem nagyon akad mozi, úgyhogy innen macerás eljutni. Na mindegy, de amikor városba éltünk, akkor elég sűrű jártunk moziba, mert nagyon szerettük, és volt egy olyan szitu, amikor nem ketten ment, hát több is volt, de nyilván, de egy esetet akarok elmesélni, hogy elmentünk 4-en moziba, ismerősökkel, és az ismerősök közül volt, aki azt mondta, hogy ő nem vesz kólát a moziba, mert ő lemegy a földszintre, és inkább vesz ilyen palackos vizet, mert hogy az olcsóbb. Most nem tudom, üdítő volt, vagy víz, de nincs jelentősége, de már hogy az olcsóbb. És én akkor teljesen kiakadtam ezen. Teljesen, totálisan kiakadtam, hogy mit kell itt szarrágoskodni, hogy... Mármint ő ezt nem tudja, nyilván nem mondtam meg neki, így magamba ezt így megtartottam magamnak, hogy nem értettem, hogy miért kell ennyire kifillérezni azt, hogy az ember elmegy szórakozni, a szórakozás az azt kell, hogy jelentse, hogy mindent megengedhetek magamnak. Na, Na de várja, ez a hülyeség. Ez ott, a hülyeség. Ebben a példában ott volt az is, hogy az időszűke is volt egyúttal.
most, hogyha így visszagondolok. Már milyen Hát, időszak? hogy már ott voltunk, hogy mondjuk kezdődhet a film is, hogy időben beérje. Ja, hát persze, de... Mert azt hozzá kell tenni, hogy mi nem, sose értettük, és nem szerettük azt, amikor ez egy film eleje elkezdődik, és akkor menet közben majd valamikor bekóbászolnak az emberek, és azok között sose voltál, sőt, ráadásul még maga az előtte lévő kis filmbemutatókat is szerettük megnézni, azért bőven időben, amint lehetett a beengedés meg volt, bementünk. És ezt az időt vette Ettől el, fosztott volna meg. igen, ezt vette volna el az a, de végül is aztán csak leró, ugyanis azzal számoltunk, hogy mivel egy nagy plázáról van szó, bemegyünk a boltba, rohadt nagy sor van, és mellette plusz még utána azt is, igen, arról is beszéltünk, hogy hát basszus, még ráadásul most 200 forintért, tehát igaz, tehát az a része is igaz, de az is... Most ezt lehet ragozni, meg persze az is benne volt, hogy lekéssük a filmet, stb., de ez szerintem nem mentség arra, hogy akkor úgy gondolkodtunk. Én nem feltétlenül arról van szó, hogy most ez minden áron azt akarom mondani, hogy ez hiba. Mert azon körülmények között, olyan anyagi helyzetben nyilván más, hogy a szokásaid is mások, máshogy éled meg a dolgokat, máshogy költesz, máshogy spórolsz, minden más, tehát az persze. Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy az egy hiba. De hogyha a kettőt elővesszük, és nem, tehát ha beszélünk róla, és összehasonlítjuk, tulajdonképpen egy moziról beszélünk, ami önmagában egy szórakozás, amitől jól tudod magad érezni. Miért kell ahhoz zabálni, mondom ezt magamnak, mikor popcorn nélkül nem tudok moziba menni. Jó, ez nem igaz, csak szeretem. Szóval miért kell ahhoz zabálni, hogy az ember elmenjen egy moziba? Amúgy emlékezz vissza, erről is teljesen le tudtunk úgy mondani, hogy jóformán már volt nem egy olyan mozizás, a visszagondolsz, amikor már még amikor még a rákényszerültünk. popcorn se volt, igen. Tehát nem azt a helyzetet néztük, hogy na akkor inkább nem menjünk a moziba, nem tudunk popcorn tenni, hanem felismerve azt a helyzetet, ami neked van, nem kell feltétlenül ráerőszakolni magadra, pluszba még úgy terhel, hogy esetleg veszel popcornt, és akkor utána, hónap után mit teszel. De viszont nem volt kizárva De mindkettő. Nem. Várj, ezt most viszont rosszul mondott szerintem. Itt pont azt kellene ebben hangsúlyozni, hogy az a fontos, hogyha neked élményt jelent a mozi, de ez bármi, már ez egy állatkert is lehet, hogy itt tudom én, színház, akármi, ha az fontos annyira, akkor azt tud már megcsinálni anélkül is, hogy zabálsz, vagy most nem pont a kajálás, hanem a dolgoknak kisebb része is tudjon örömöt okozni, nem mindig a teljes, tehát hogy mondjam, a teljesség igénye nélkül, vagy hogy mondjam, tényleg nem tudom most, hogy mondjam ezt. De ugyanúgy, mint ahogy a nyaralásaink is, nekünk is nem, az jelenti a nyaralás, hogy elmegyünk, és akkor fagyizunk, és degeszre esszük magunkat, és mindenhol eszünk, és minden nap eszünk, és hát akkor... desszertet is meg ezt, háromfogásos vacsorát, meg a legnívósabb, legizé... Nem! Hát akkor, ha így lett volna a szempont, tulajdonképpen már számtalan utazás elúszott volna. Igen, mert igaz, szerintem az a gyökere az egésznek, ezekre a dolgokra a megoldás, hogy a hozzáállás, hogy mit nevezünk pontosan, mit szeretnénk, mit várunk egy ilyen dologtól. Most mindegy, hogy az egy mozi, vagy az egy, mármint, hogy egy ilyen szórakozás, tudod, vagy egy ilyen nyaralás, bármi. Mit várunk pontosan az egésztől? Hát semmiféleképpen nem másnak a példája, meg a mintája alapján, az biztos. Hát az, igen, az az alap. De ez nagyon-nagyon-nagyon alap, mert tulajdonképpen az emberek ezért küzdenek, meg haladnak előre, mert mindig valami alapján próbálja önmagát valahová sorolni. Tehát nem önmagát, hát a másikhoz méri, nem önmagát a magához, hanem másnak a hülyeségéhez. Az én jó hülyeségnek, mert az. Mert nekem hülyeség akármi, tehát mondjuk 16 ezeret költeni egy étterembe, hogyha azt is megcsinálhatjuk, hogy mondjuk boltba veszek 3000-ért valamit, és akkor még marad sokszor 3000 a következő napokra, érted? Tehát a hasonlatot. Na de mindegy, mostan tényleg az lesz, hogy le fog merülni a telefon, mert ezt nem terveztük, hogy mi itten most megint itten hosszan el fogunk tévedni. Főleg, hogy nem fele. Esik közben az eső. De az eső várakozására az hiába telt el hosszú-hosszú percek, és itt keringett körülöttünk a felhő, és még tényleg elkezdett nagyon kibugyosodni, meg kinőni.
rohadtul nem esett ma megint. Azok a szép gomoly felhők megjelentek, elkezdett dörögni az ég, ilyen, ahogy említettük, kultúráltan. És mi csak várunk, és várunk, és várunk.